Köszöntöm Önöket, az Életvitel februári adását látják, nézzék meg mai témánkat. Az immunrendszer a szervezet védőbástyája, működése nagyon bonyolult, feladata sokrétű. Hogyan működik a szervezet védelmi rendszere? Lehet-e befolyásolni az immunrendszer működését és állapotát? Hogyan segít az immunterápia az allergiás betegeken? Az Életvitel mai adásában ezekre a kérdésekre kaphatnak választ. Vendégemnek, dr. Csürke Ildikónak köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást. Főorvosnő, ez a téma nagyon bonyolult téma, és nagyon sokan sokat hallanak az immunrendszerről, az immunrendszer betegségeiről, az immunrendszerünk működéséről, immunrendszer erősítésről, csak a kulcsszavakat említettem, de nem igazán tudjuk azt, hogy az immunrendszernek mi is a feladata a szervezetünkben, és ha védelmi rendszere a szervezetnek a fő védvonala, akkor hogyan működik? Egy nagyon bonyolult és összetett működés jellemzi az emberi immunrendszert. Hát ez így van, tehát ez természetes, tehát az immunrendszernek tulajdonképpen több feladata is van. Elsődlegesen a legfontosabb a védelmi funkció, tehát hogy védjen bennünket a különböző kórokozókkal szemben, de ugyanakkor az is nagyon fontos, hogy a saját, illetve a testidegen sejteket is felismerje, és a saját szervezetünk, illetve sejtjeinkkel szemben a toleranciát fenntartsa. Ez azért fontos, mert gyakorlatilag számos olyan betegség van, amiben, hogyha az immunrendszer működése valamilyen szinten zavart szenved, akkor jönnek az autoimmunbetegségek, illetve jön az allergia. Tehát maga az immunrendszer, azt lehet mondani, hogy gyakorlatilag egy nagyon-nagyon összetett, bonyolult rendszer, ahol a veleszületett és a szerzett immunitásnak az egyes sejtjei, különböző mechanizmusai együttesen, szoros együttműködéssel vesznek részt abban, hogy ellássák ezt a nagyon komplex feladatot. Valamilyen szinten örököljük akkor, hogy milyen az immunrendszerünk, hiszen azt mondta, hogy a veleszületett, illetve a kialakult vagy kialakított védekező mechanizmusai az immunrendszernek. Hát mindenképpen, tehát öröklődési folyamatról van szó, tehát de a veleszületett immunitás, tehát amit azt mondjuk, hogy ez az úgynevezett természetes immunitás, ez azt jelenti, hogy az alacsonyabb rendűektől kezdve megvan, és ezt tulajdonképpen minden élőlényben benne van, tehát ez az úgynevezett azonnali védekező rendszerünk, tehát hogyha a szervezetünkbe egy kórokozó bekerül mondjuk, tehát akkor ezek az úgynevezett veleszületett immunitásban résztvevő sejtek, illetve mechanizmusok azonnal aktiválódnak és igyekeznek ellátni a feladatukat. Amennyiben ez a funkció nem lesz teljes, illetve szükséges a továbbiakban, tehát tartósan fennáll mondjuk egy kórokozó behatolása, akkor szükséges, hogy az úgynevezett szerzett, tehát a tanult immunitásnak a sejtje is részt vegyenek abban, hogy végül is eredményesen tehát leküzdjék a kórokozót, tehát magát a fertőzés mondjuk. Akkor a fő feladata mi az immunrendszernek, hogyha ezt a kérdést tenném föl? Hát a fő feladata az legelőször is, hogy felismerje az idegent, és ne tudja különböztetni az idegent a sajáttól. Tehát ez azt gondolom, hogy ez az elsődleges. A másodlagos, hogy gyakorlatilag, ha idegen, akkor ezt követően leküzdje, tehát elpusztítsa. Tehát az mindegy, hogy most vírusról, baktériumon, gombráról, vagy más fertőző ágensről beszélünk, vagy éppen egy tumorsejtről beszélünk. Tehát mindenképpen az a fontos, hogy egy egyensúly alakuljon ki, és akkor amennyiben ez az egyensúly megvan, akkor nagyon jó, mert hamar le tudjuk küzdeni az egyes behatolás, az idegeneket, de ha nem, akkor ha az egyensúly bemlódik, akkor van a probléma. Sokáig nem értettem meg az immunrendszernek a működését, mindaddig, amíg Falus András, immunológus és genetikus professzor azt nem mondta egyszer, hogy az ember immunrendszere olyan, mint egy jól működő rendőrség, mindenhol ott van, láthatatlan, kiemeli a bűnöst, a betolakodó vírust, baktériumot, vagy másmilyen nem oda való sejtet, de nem bántja az ártatlanokat. Az immunrendszernek trükkjei vannak, néha áruhát is ölt.
és itt gondolom az immunrendszer betegségeire vagy megbetegedéseire is gondolt a professzor. Tehát ez a hasonlat, ez jól bemutatja azt, vagy jól jelképezheti egy részét annak, hogy hogyan működik az immunrendszer. Így módon felmerül a kérdés, hogy lehet-e az immunrendszer működését befolyásolni, segíteni, vagy ahogy szokták mondani, lehet-e az immunrendszerünket erősíteni? Hát az a helyzet, hogy az interneten minden megtalálható, de azt gondolom, hogy egy-egy kapszulával vagy egy-egy gyógynövényel azért ez nem fedhető és nem elvégezhető. Tehát az immunológia az azért egy nagyon-nagyon összetett rendszer, tehát maga az immunrendszerünk, és számos feladat van még a kutatók számára, hogy ezt kiderítse, hogy mi is szükséges ahhoz, hogy az immunrendszert úgymond erősítsük. Mindenképpen fontos maga az életmód, a táplálkozás, tehát az úgynevezett sportolás, és természetesen nagyon sok függ attól is, hogy milyen életkorban van az illető, tehát ez is nagyon sokat számít, de azt gondolom, hogy táplálékkiegészítőkkel és egy-egy ilyen gyógynövény koktéllal, tehát erősíteni azért nem lehet az immunrendszerünket. Hogyan lehet befolyásolni az immunrendszer működését? Ugye több kutatás is erről szól ma már. Ha az immunrendszer megbetegedéseit nézzük, akkor is vannak, vagy léteznek efféle kutatások, a másik pedig egy teljesen más, de nagyon nagy terület, az pedig a rákkutatás. Hát az a helyzet, hogy tehát maga az immunrendszer megbetegedése, tehát amit az elején is mondtam, tehát hogy vannak az úgynevezett vele született immundefektusok, vagy primer immunhiányos állapotok. Tehát ez számunkra, főleg a gyerekgyógyászok számára, tehát nagyon fontos, hogy időben felismerjük, mert hát úgy kell elképzelni, hogy ezekben a betegségben szenvedő egyéneknél, tehát valahol valamilyen deficit van, tehát vagy az valamik sejt hiányzik, vagy maga a valamik mechanizmus gátolt, és ennek következtében nincs képessége az ő szervezetének arra, hogy védekezzen a fertőző ágensekkel szemben, és gyakorlatilag a fertőzésekben veszítjük el ezeket a gyerekeket, és emiatt nagyon fontos, hogy időben felismerjük. Na most ma már napjainkban tudjuk azt, hogy az 1985-ben még nulla volt tulajdonképpen az úgynevezett genetikai háttérrel rendelkező primer immunhiányos állapotú betegségek felismerése. Tavaly, tehát ez 2016-ban, körülbelül 300 primer immunhiányos állapotnak tudjuk a genetikai hátterét. Tehát ezért ez nagyon fontos, hogy most már tisztában legyünk azzal, hogy mik azok a tünetek, amik alapján gondolnunk kell arra, hogy valamilyen immunhiányos állapottá állunk szembe. Van nekünk egy úgynevezett 10+1-es figyelmeztető jelünk, ami tulajdonképpen nem csak Európában, Amerikában, mert egy amerikai házaspár indította ezt az egész immunhiányos állapotú betegeknek a felismerését, és nagyon sok pénzt és energiát áldozott azért, hogy ezt megpróbálják tulajdonképpen az orvosok terjeszteni, és időben felismerni, mert ha belegondolunk, akkor még napjainkban is az van, hogy kb. 9 év az az időtartam, ami kiderül egy immunhiányos állapotú egyénről, hogy tulajdonképpen milyen immunhiányos megbetegedésben szenved, és az lehet, hogy addigra már olyan súlyos állapotba kerül, hogy utána már nem tudunk segíteni igazán rajta. Miért ilyen hosszú idő? Hát azért, mert nem ismerjük fel időben. Tehát ezért nagyon fontosnak tekintjük az úgynevezett tehát fejlesztéseket, illetőleg az információknak a terjesztését, és itt is szeretném megragadni a lehetőséget, hogy felhívjam arra a figyelmet, hogy igenis nagyon fontos, hogyha egy gyereknek, amikor már közösségbe is jár, de azért, mit tudom, 8-nál több fülgyulladása van, vagy 2 vagy több tüdőgyulladás miatt kezelik, vagy van több arcfülgyulladása, és ezek az antibiotikumokra nem igazán reagálnak, sőt, azt mondjuk, hogy ha évente 2 alkalommal vénás antibiotikus terápiát igényel valaki, mert csak akkor tud meggyógyulni, akkor mindenképpen fontos lenne, hogy ha lehet, akkor valamilyen kivizsgálás irányában elinduljon a dolog. Mert hogyha időben felfedezzük, akkor vannak olyan primer immunhiányos állapotok, ahol úgynevezett immunglobulin szubstitúcióval tudunk segíteni, vagy egyéb, akár csontvelő transzplantációval, vagy akár már mostan úgynevezett génterápiával is lehet, tehát a tudomány az minden nap, napról napra fejlődik, tehát ezt is mutatja, hogy 1985 és 2016 között milyen nagy ugrás volt tulajdonképpen az immunológiának a forradalmát értünk. Mennyire gyakoriak egyébként az immunhiányos állapottal összefüggő betegségek? Hát gyakori.
Tehát, de vannak nagyon ritkák, tehát azokat is észre kell tudnunk venni, de vannak nagyon gyakoriak, tehát az egyik leggyakoribb, és szerintem a nézők nagy többségénél is a környezetünkben is van biztos, ez az úgynevezett IgA hiány, aminek az a lényege, hogy a felső légúti, illetve a biotartusban szerepet játszó védő anyag, tehát az IgA az hiányzik, emiatt, tehát az első védelmi vonal következtében, tehát nem tudja legyőzni a betegséget egy hét alatt, hanem szükséges neki az úgynevezett szerzett immunitás oldaláról, tehát a sejtes immunrendszernek a segítsége ahhoz, hogy legyőzze a betegséget. Ezért van az, hogy elhúzódó arcüreggyulladásuk van ezeknek a gyerekeknek, vagy esetleg valamilyen bélfertőzésük. Tehát ez azt kell mondani, hogy 1 a 400, 1 a 800-hoz, tehát a gyakoriság, tehát ez a leggyakoribb. De van természetesen úgynevezett nagyon érdekes, én nagyon szeretem, az immundiszregulációs betegségek, aminek az a lényege, hogy az immunrendszeren belül mind a beleszületett, mind az úgynevezett adaptív immunrendszer mechanizmusaiban van valahol egy defekt. És ennek a defektusnak akár ilyen autoimmun megbetegedéshez hasonló tünetei lehetnek, például újszülőkorban jelentkező cukorbetegség, vagy akár pajzsmirigybetegség, és ezek kiderülnek, hogy ez nem tulajdonképpen magának a hormonrendszernek a betegsége, hanem ez egy immundiszregulációs folyamat, aminek megvan a maga terápiája, ha időben felismerjük. Hát így akkor nagyon sok betegség visszavezethető az immunrendszerhez, vagy az immunrendszerre. Sikerül-e felismerni ezeket a betegségeket időben? Nyilvánvaló, ugye az előbb mondta, hogy vannak hosszú folyamatok is, de akkor gyanakodni kell, hogyha bizonyos jelek tapasztalhatóak, vagy visszatérően tapasztalhatóak, akár már kisgyermekkorban is, és akkor meg kell egy szakemberrel is nézetni a gyereket? Hát mindenképp, igen, bocsánat, mindenképpen, tehát azt gondolom, hogy tehát ezt a figyelmeztető 10 jelet, és plusz ezt, amit most egyre inkább hangoztatnak, az autoimmun fenomén, tehát azt jelenti, hogyha a vérképjükben, tehát egy, azt mondjuk, hogy a vérlemezke szám csökkentem, vagy van egy fehérvérsejt szám csökkenés, ami a fehérvér, mivel ezek a védekező sejtjénk, ezek mind fehérvérsejtek, csak különböző típusai, tehát ilyenkor mindenképpen résen kell lennünk, és akkor, ha más nem, de nincsen tünete, akkor is fél évente vagy évente meg kell nézni ezeknek a gyerekeknek ezeket a laborleleteket, mert lehet, hogy pont az úgynevezett autoimmunitás az első jele a primer immunitás állapotnak. Tehát ez nagyon-nagyon érdekes, tehát egyre többet kutatnak az irányban, hogy maga az úgynevezett primer immunitás állapot, az autoimmunitás, és most már van még egy új fogalom, az autoinflammáció, ami gyakorlatilag összefügg minden mindennel, tehát nagyon-nagyon fontos lenne, hogy legalább kiemeljük ezeket a tünetek alapján, hogy kik azok az emberek, akik utána kell menni, és ki kell nyomozni, tehát hogy mi lehet a betegségük. Tehát, hogy a Falus András, mert az nekem egy nagyon nagy példaképem, és nagyon szerettem, mint professzor, tehát most is aktív végül is, és neki volt ez, hogy Agykirály katonák című könyve, nagyon jó kis összefoglaló, hogy valóban az immunrendszer egy hadsereg, tehát ő is nagyon sokat áldozott azért, hogy tulajdonképpen tehát legyenek immunológusok, és legyenek, tehát hogy legyenek azok az emberek, akik utána mennek annak, és kinyomozzák, hogy mi lehet a háttérben. És ha kinyomoztuk, akkor a puzzle összerakódik, és akkor megvan a betegség, és tudjuk kezelni. Tehát ez nagyon fontos. Amikor valaki azt meghallja, hogy immunrendszerrel összefüggő betegsége van, vagy kiderül a gyerekéről, akkor nagyon megijed. Még mindig az él a köztudatban, hogy ezeket a betegségeket nehezen lehet kezelni, vagy milyen terápiájuk van ezeknek a betegségeknek? Hát attól függően, hogy milyen betegséget tudunk megállapítani, tehát azt gondolom, hogy a legjobb az úgynevezett antitestdeficienciák, tehát egy külön csoport. Ma már azt mondjuk, hogy az immunhiányos állapotokat úgynevezett 9 fő csoportba lehet sorolni, tehát emiatt is mondhatjuk, hogy a bonyolult rendszerről van szó, tehát régen azt mondtuk, hogy vannak az úgynevezett antitestdeficienciák és a sejtdeficienciák. Tehát hogy az egyik csoportban azok a betegségek tartoznak, ahol az a probléma, hogy amikor felismerik a kórokozót, mint ahogy az úgynevezett oltásoknál is, akkor a bizonyos sejtek elkezdenek átalakulni, plazmasejté, és az a funkciója, hogy úgynevezett védő immunglobulin termel.
termeljen. Na most ez a sejt átalakulás valahol megszakad a folyamat, tehát valamilyen betegség áll fel, akkor ez a védőanyag nincsen. De ezt a védőanyagot tudjuk pótolni. Tehát vannak azok a betegeink, akiket vagy havi, vagy hogy most már van lehetőség arra, hogy otthonában, tehát szubkután, úgy, mint az inzulin, tehát immunglobulin pótlásban részesítsük. Ennek az az előnye, hogy gyakorlatilag a bakteriális fertőzésekkel szemben védetté válik, tehát nyugodtan mehet a gyerek a közösségbe, havonta, vagy ha otthonában kapja, akkor hetente megkapja az úgynevezett védő immunglobulin, és akkor gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy csak a vírusfertőzésekkel szemben lesz védtelen. De hát még ez is egy óriási probléma ebből a szemszögből. Hát persze, na de azt mondhatjuk, hogy tehát a vírusok felismerése, illetve a vírus fertőzésekkel szembeni védelem szintén a természetes immunitásunk egyik fő védvonalának, az úgynevezett natural killer sejt, ez a természetes ölősejtnek a funkciója. Tehát azt jelenti, hogy ezek a sejtek állandóan úgynevezett, mint a hadsereg mondjuk, tehát körjáratot folytatnak, és figyelik, hogy hol van a kóros sejt, illetve tehát ugyanúgy, mint a tumorsejteket, tehát ők a tumorsejtek és a vírus sejteknek a figyelői. Na most ezek azok a sejtek, amelyek ahogy ezt észreveszik, azonnal aktiválnak, és azonnal ölnek. Tehát ezeket a sejteket tudjuk bizonyos szinten aktiválni, tehát ezt már múltkorában is elmondtam, hogy legjobban az E-vitaminnal és a D-vitaminnal lehet aktiválni, tehát nem is a C-vitaminnal, tehát ezeket a sejteket aktiválva elérjük azt, hogy ezek folyamatosan öljáratot folytassanak, és akkor a megfelelő pillanatban megöljék azt a vírust, vagy azt az úgynevezett elfajult tumorsejtet. No, akkor még hallgatnám ezt a területet, szerintem a nézők is, de ami a népbetegségnek számító betegség, az az allergia, és ez pedig pont az ellenkezője, a túlreakciója az immunrendszernek. Mi történik allergia esetén? Ha az előzőekben arról beszélgettünk, hogy immunhiányos állapot, meg gyengébb az immunrendszer, vagy nem úgy működik, akkor pont az ellenkezője történik allergia esetén? Igen, tehát itt tulajdonképpen egy túlműködésről van szó, tehát gyakorlatilag az a lényeg, hogy ez az immunrendszerünknek ez a része, tehát úgynevezett a fokozott abuzus, tehát az allergén hatására állandó aktivitásban van, és egy túlérzékenység reakciót fog létrehozni. És ez tulajdonképpen ez a túlérzékenység reakció maga az allergia. De azt tudni kell, hogy mindenképpen fontos, hogy az allergiás betegségeknél, tehát hogy az első találkozáskor biztos, hogy nincsen, tehát az nagyon ritkán van. Tehát a túlérzékenységi reakcióknak 4 típusa van, tehát ebben nem akarok belemenni, mert ez még nekünk is nehéz, amikor tanuljuk, de az a lényeg, hogy tehát először találkozni kell a szervezetnek első alkalom az allergénnel, és azáltal lesz érzékenyítéve. És a következő, tehát a második, vagy a harmadik alkalommal lehet az, hogy azt mondhatjuk, hogy kialakul egy allergiás mechanizmus. Mert az allergia mechanizmusának az a lényege, hogy gyakorlatilag a szervezetünk érzékenyé válik, ezt követően tehát antitest, mert tulajdonképpen tehát aktiválja magát, tehát képez antitesteket, hogy ezáltal leblokkolja tulajdonképpen az idegen, illetve a sejteket is aktiválja, hogy a sejtek akkor megpróbáljanak aktiválódni, hogyha kell, akkor azonnal próbálják az idegent eltüntetni, tehát elpusztítani. Igen, és akkor ezek mind aktiválódnak. Na most annak a következtében, tehát hogyha receptor funkcióval, tehát a sejtek felszínén, tehát ezt mindig leszoktam rajzolni, tehát aki ismer, lerajzolom egy papírra, hogy hogy is működik az egész, tehát vannak olyan sejtjeink, amelyek arra hivatottak, hogy az allergénnel szemben termelt ellenanyagainkat az ő felszínkön receptorokhoz kötik. Eddig nincs gond, amíg nem telítődik teljesen a sejt felszínen lévő receptor, de ha ez telítődik, akkor a mechanizmusok következtében, tehát úgynevezett jelátviteli rendszerek vannak, citokinek minden, tehát amelyek tulajdonképpen kommunikálnak egymással a sejtek, ezek jelzik, tehát ezek ilyen jelátvitő rendszerek, nem tudom másképp mondani, jelzik, hogy mit kell csinál a másik sejtnek, és kiszabadulnak tulajdonképpen akár a hízósejtből, vagy akár más típusú eozinofil sejtből,
azok a kis hisztamin vagy egyéb kis citokinek, amelyek magát az allergiás tüneteket okozzák. Tehát tulajdonképpen, amikor egy allergiás beteg jön azzal, a 3 éves gyerek, hogy én allergiás vagyok, mert tüsszög, szemevízket, folyik az orra, ezeket a tüneteket tulajdonképpen a sejtből kiszabaduló hisztamin okozza. És mi gyakorlatilag antihisztaminnal próbáljuk a tüneteket elfojtani, de az igazi terápia az tulajdonképpen az immunterápia, ami ma már kézzelfekvő, tehát vannak bizonyos gyakori allergénekkel szemben, tehát úgynevezett immunterápia lehetőség ma már nálunk. Tehát az, amit alkalmaznak, az legtöbbször csak a tüneti terápia, és annak az okát pedig az immunterápia oldaná meg. Mire épül föl ez az immunterápia? Hát az immunterápia arra épül fel, hogy gyakorlatilag megpróbáljuk ezt a túlérzékenységi reakciót leállítani, mert ahogy az immunrendszernek megvannak az úgynevezett serkentő, úgy gátló sejtjei is vannak, tehát ott be tudunk lépni, illetőleg tulajdonképpen ilyen hozzászoktatási mód van, amikor azt használjuk fel, hogy fokozatosan, tehát az antigént odaadjuk a gyereknek, nyelv alá téve, tehát szublingválisan, és akkor kialakítjuk tulajdonképpen a védettséget. Ez működő mechanizmus, ez egy bevált mechanizmus. Igen. Igen, tehát ma már elérhető, tehát annyi, hogy általában azt mondjuk, hogy 3 vagy 5 év az, amikor teljesen tehát meg tudjuk gyógyítani. Tehát azt jelenti, hogy mondjuk egy gyakori parlafű allergiás esetében, hogyha elkezdjük a parlafű szezon előtt 1 hónappal, akkor nem kellenek az allergia elleni gyógyszerek, tehát se az antihisztamin, se az orspirin, semmi, csak ez az úgynevezett immunterápiának megfelelő csepp, és akkor a szezonban végig szedi ezt a cseppet, meg van határozva, hogy hogyan kell kitalálni, és az következő évben újra. Na most azok a jók, akik szezonálisak, mert akik poratkások, azoknak egész évben van, tehát azért sokkal nehezebb a helyzet, mert egyrészt nem olcsó mulatság, másrészt meg azért az azt jelenti, hogy 3 éven keresztül minden hónapban kell kiadással is, meg hát felügyelettel is számolni. Ez a légúti allergiákra igaz, vagy pedig a többire is? Nem, a légúti allergiákra. Légúti allergiákra. Tehát ez táplálék allergiánál és egyéb allergiás tüneteknél, bőr tüneteknél, vagy ezek ugye egymással összefüggnek természetesen? Tehát sok minden összefügg sok mindennel, tehát éppen ez az immunrendszer ezért ilyen bonyolult, de gyakorlatilag sokszor találkozunk azzal, hogy a poratkás gyerekeknek nincs légúti tünete, csak bőrtünete. Tehát nagyon sokszor meg szoktak a szülők rökönyödni, amikor azt mondom, hogy akkor felrakunk egy bőrtesztet, és akkor kiderül, hogy 5 kereszt poratkája van, de utána vérből is levesszük a vizsgálatot, és kiderül, hogy hát nagyon súlyos poratka okozta bőrkiütéseket, atópiás dermatitisze van. Tehát az ilyeneket nagyon jól lehet kezelni. Tehát, de az a nagyon fontos, hogy 2 vagy 3 allergénnél több nem jó, mert nem tudjuk. Tehát csak mindig egy allergénnel szemben tudunk immunizációs terápiát biztosítani, és akkor az később lehet. Gyerekeknél mindenképpen fontos, tehát szeretném hangsúlyozni, mert nem kell akkor egész életén keresztül gyógyszeres terápiában részt vennie, és ugyanakkor, tehát van esély arra, hogy gyógyulhat. Mégiscsak érdekel ez a kérdés, hogy ugye nagyon sok az allergiás beteg, és akkor évről évre olyan statisztikákat hallunk, hogy már minden 10. magyar ember allergiás, tehát hogy ez egyre inkább terjed. Az immunrendszer, és ez a bizonyos reakciója az immunrendszernek, tehát valahogyan befolyásolható ez, vagy ez is akkor genetikus, hogy akinek már allergiás volt édesanyja, édesapja, valószínűsíthető, hogy allergiás lesz? De most az a helyzet, hogy már nem minden 10., hanem minden 4., illetve minden 3. ember allergiás, tehát sokkal rosszabb a helyzet, tehát a statisztikai adatok szerint, tehát elméletileg azután, hogy 2020-ra, tehát minden második is az lesz. Tehát itt tulajdonképpen arról szól a történet, hogy nagyon sok allergénnel állom szemben, na most, hogyha csak tüneti terápiában részesül az illető, akkor utána az allergének egymásra rakódnak, mert egyre inkább fokozott túlérzékenység reakció van a szervezetemben,
belül, tehát az immunrendszerünk egy fokozottabb stimulusnak van kitéve, és akkor, ha normális parasztisszel gondolkodunk, tehát ha normálisan is, tehát egy túlérzékenységi állapotban van valaki, akkor sokkal fogékonyabb lesz a következő allergénnel szemben is, tehát aki addig parlafűre volt allergiás, akkor lehet, hogy már a fekete öröm az keresztreakció, de utána már fog jönni a fűkeverék, vagy akár már a koratavasszi virágok is, vagy a fűfák is. Tehát én azt gondolom, hogy mindenképpen nagyon fontos, hogy ha a gyereketnél kiderül, akkor az immunterápiában van esélye arra, hogy gyógyult legyen, és ne rakódjanak rá újabb és újabb allergének. A környezeti hatások mennyire befolyásolják az ember immunrendszerének működését? Nagyon. Tehát tulajdonképpen most, hogy nem tudunk kimenni már egy hónapja, mert smog van, tehát amellett, hogy a köd meg a hideg, tehát hogy ne, mert a részecskéknek a partikulumokban tulajdonképpen, tehát felülfertőzés következtében, tehát ott vannak ezek az úgynevezett poratkák, tehát a por meg a többi ilyen összetevő, ez csak tovább fokozza magát a túlérzékenységi reakcióinkat. Tehát nagyon sok egyénél, tehát nem csak, hogy tehát ez az úgynevezett légúti allergia, hanem utána, tehát ennek a talaján, tehát súlyos úgynevezett aszmás betegségek is ki fognak alakulni. És ahogy mondta, tehát minden-mindennel összefügg, tehát egy légúti allergia, vagy egy táplálékallergia lehet légúti tünetként, tehát pici babáknál, akik egy éves kor alatt vannak, sokszor tulajdonképpen a tehén-tejfehérje allergia első tünete nem a hasmenés, hanem az úgynevezett gyakori, láz nélkül zajló hörkurut. Tehát sokszor találkozunk azokkal a csecsemő részünkön, hogy jönnek, fulladnak minden, és kiderül, hogy gyakorlatilag a anyuka odaadta neki a tehéntejet, mert már hát nem akar tápszert adni a gyereknek, mondjuk 6 hónaposan, és akkor utána nem az volt a baj, hogy hasmenése volt, hanem állandóan befullad, de nem volt láz hozzá. És akkor rákérdeztünk, átváltottunk tápszer, és teljesen megszűntek a tünetek. Tehát a légúti tünetek, a gastrointestinális tünetek, a bőrtünetek, azok összefüggnek, de van, amik egyénnél, tehát éppen mondjuk egy légúti pollen okoz bőrtünetet, vagy fordítva. Tehát ezt nagyon nehéz kiszámolni. Mindenképpen fontos a nyomozás, tehát a puzzle szerintem. Igen, gyermekkorban pedig ugye még azt is szoktuk hallani, hogy nem is annyira erős, vagy nincs úgy megerősödve az a védvonal, az a védelmi rendszer, viszont a másik oldalon pedig azt is halljuk, hogy 30-35 meg 40 éves korban derülnek ki hasonló esetek, hasonló tünetek, vagy akár allergiás lesz valaki. Hát én is 30-valahány évesen lettem parlafű allergiás. Ez azért van, mert, tehát ahogy mondtam, hogy több idő kell, hogy találkozzon. Tehát amikor egy nagyon erős parlafű szezon van, és mondjuk egy kicsit is stressz hatásnak van kitéve az ember, tehát mert ezt még elfejtettem mondani, hogy azért a stressz nagy úr, tehát hogyha a stressz azért bizonyos szinten az immunrendszerünket lenyomja. Tehát a védelmi funkció ilyenkor, tehát más miatt, tehát de csökken, és akkor gyakorlatilag elég annyi, hogy a parlagfüvet mondjuk az építkezési területen kezdjük el ki elpusztítani, tehát én így jártam, úgyhogy utána második évben már állandóan csak folyt az orrom, meg tüsszögtem, és aztán kiderült, hogy parlagfű allergiás lettem, tehát gyakorlatilag nagyon fontos, hogy mennyi ideig tart az allergének a hatása, tehát ez az úgynevezett környezeti tényező, mert hogyha időben megszüntetjük, akkor gyakorlatilag, tehát azt szoktuk mondani, a táplálék allergiáknál egyértelműen, hogy be tudjuk bizonyítani, hogy mire allergiás a gyerek, akkor azokat az ételeket, vagy allergén hatású tápanyagokat ki kell ittatni az étkezésből. Ez nagyon nehéz, de egyre inkább, tehát nem csak tehát az úgynevezett boltokban is lehet, de most már közösségekben, tehát iskolák, óvodák is beálltak arra, hogy mivel egyre több ilyen gyerek van, akkor ezeknek az étkezését biztosítják, hogy megfelelő diétás belátással. Köszönjük szépen, főorvosnő! A nézőknek a figyelmet köszönöm, egy hónap múlva találkozunk, viszontlátásra! A helyszínt a Hotel Aventinus biztosította.